Pici utcának tűnik, de jelentősége annál nagyobb, mondta Eszeles Szabolcs az Alpár utca felújítását bemutató záró projekt sajtótájékoztatóján. Az alpolgármester kiemelte, lépésről lépésre haladnak az utak felújításával. Hozzám itt ebben a választok közöttben most már közel 90 utca tartozik, nyilván nagy jelentőség utakkal is, apró kis utcákkal is ideértve, és pont ezek a rövid kis utcák, amik a ilyen szempontból a legnehezebbek, hiszen feladatként végrehajtani, felújítani ugyanolyan méretű munka és tervezést igényel, finanszírozás tekintetében sem kedvezőbb, mégiscsak sok ilyen utca van, amit viszont lépésről lépésre kell megoldani, és ez itt azt gondolom, itt is ez a stratégia mentén haladtunk, mint egy legót raktuk vissza ezt a környéket lépésről lépésre. Először Radnóti utcának a előttünk lévő szakasz újult meg néhány évvel ezelőtt, aztán a szervizút két lépésben a Radnóti út felújításával az egyik része rendeződött, aztán most a tavasszal pedig ennek a szervizútnak a fagyizó mögötti részét tettük rendbe, parkókat alakítottunk ki egyébként a régi játszótér, a használaton kívül játszótér helyén is, és ennek az utolsó eleme volt az Alpár utca, ahol régi igénye volt az itt élőknek, hiszen nagyon rossz minőségű koporréteg volt ebben az utcában, erre került most sor. Egy technológiának köszönhetően 4-5 cm-es új réteget kapott az út, mondta el az útközele szervezet igazgató helyettese. Ez a Radnóti utcáról nyíló Alpár utcának a Zsákutcás szakaszát újítottuk fel 2024. június hónapban. Ez egy közel 150 méteres útszakasz itt ezen a városrészben. Ez egy vékony aszfalt technológiát kapott, tehát ez azt jelenti, hogy egy 4-5 cm aszfalt burkolatot húztunk rá a meglévő pályaszerkezetre. Természetesen történtek megfelelő kiegyenlítések, színbehelyezések, igaz ezért a közmű fedlapokra is. Ennek az egész beruházásnak az összege egy bruttó 13 millió forint volt. Annyit kell még tudni, hogy előttünk a gázszolgáltató az ő fedlapjait is, vezetékeit is ellenőrizte, és a szükséges javításokat elvégezte. Szeles Szabolcs híradónak azt is elmondta, rengeteg terv van további fejlesztésekre, és a következő lépés a Közterek utca felújítása lesz, amely a remények szerint még a nyáron elkezdődhet.